Amikor utoljára volt valami óriási nagy zűrzavar a világban, az a 29-33-as világválság, akkor körülbelül fele akkora volt az eladósodottság aránya, mint most. És akkor ugye, hát ugye tartott 4 évig a világválság, 29 és 33 között. 39-ig stagnálás volt. Aztán jött a második világháború, néhány millió emberrel kevesebb lett, megoldódott. Ez a különböző színek azt jelölik, hogy milyen külföldi bankoknak tartozunk. Nem. Szerencsére, mert ha Tel Avivnak tartoznánk, akkor már... Hanem állati mászlink van, mert ez a kék vonal, ezek az osztrák sógorok. Az osztrák bankok mögött meg a német bankok állnak. Ez a piros vonal, ez a másik legnagyobb. Ezek az olasz bankok, ezek meg a francia bankok. Tehát azt jelenti, ha Magyarország véletlenül beomlik, akkor utánunk rántjuk Ausztriát, Olaszországot, Franciaországot. Ugye? Tehát úgy, mint az írok is maguk után lántanák az egészet, ugye mi is olyan nagy az adósodtságunk mértéke, hála a jó Istennek. Olyan mértékben azoknak tartozunk, akinek a zsebében a lóvé van, hogy ha más nem, ő maguk megmentése miatt meg kell mennünket menteni. A magyar lakosság annak kérdem, hogy fenntartsa azt az akármilyen életszínvonalát, amivel rettentő elégedetlenek vagyunk, eladósodottság árán teremtette meg. Az a tragédia történt meg Magyarországon, hogy Magyarországon a lakosság véletlenül egy olyan valutában adósodott el, amiben nem keres. Mert sajnos mi forintot keresünk, és mindenki más jól élek, aki fölvette a hitelét, az svájci frankba vette föl. Maga az állam viszonylag rendben van. Az állam elég el van adósodva, de nem tragikusan. És tulajdonképpen a bajnaiék ilyen szempontból megcsinálták a rendet. És most az Orbánik begyűjtenek annyi pénzt, hogy az állam el fog elvickélni a következő 2 évben minden gond nélkül. Hogy mi lesz 2 év múlva, azt még nem tudjuk. De sajnos, hiába lesz az állam stabil, ha mi saját magunk bedölünk. És magunk után rántjuk a bankszektort. És akkor, mikor majd túlságosan sok embernek el fogják kobozni a lakását, és a bankszektorban ott lesznek a leladatlan lakások, és megtörténik, azt mondják, hogy a bankszektor portfóliája rossz, és a bankok be fognak dőlni, akkor ugye Spanyolországban 1 millió lakás van a bankoknak a portfóliójában. 1 millió lakást koboztak el 2008 óta. 44 milliós ország, 1 millió lakást. Az ember bemegy egy bankfiókba, azt mondja, ott kell, oda nem, az emberek már nem lakást akarnak venni, nem lakáskeresőhöz mennek el. Bemegyek a bankfiókba, lakást akarok menni, fél áron adják a bankok a lakást, csak vigye. A szaloncukornál, egy picivel drágábban, de mint a szaloncukor tudjon nyomni. Bankot akarok venni. Hát ugye ez a magyar perspektíva. Magyarországon nagyon rettenetesen nehéz helyzetben van. Ugye a nehéz helyzetnek, a legnagyobb oka az óriási történelmi, szakmai hiba, amit tulajdonképpen azt gondolom, hogy a Gyurcsány, Medgyesi, Járai, hát trió követett el a magyar bankokkal együtt, hogy elengedték a devizahitelezést. Az egy óriási hiba volt, mert ha most forintba lennének ezek a hitelek, akkor el lehetne inflálni. Ugye Angliában ez történik. Angliában olyan szabályozás van, hogy mindenki abban a valutában vehet fel hitelt, amilyen valutában a keresete van, és angol fontban. Az Anglia kitört a világválság 2008-ban, azóta 50%-kal értékelődött az angol font. Na de ez nem érinti a hiteleiket. Ugye a magyar valuta értékelődött 30%-kal, és valakik megfizetik ezt 30%-ot.
Tehát egy óriási, ténylegesen egy óriási szakmai hiba történt. Ez egy tényleg szakmai hiba. Ugye ez történt Kelet-Ázsiában 97-ben, ugyanezért dőltek be. Argentina 2002-ben ugyanezért dőlt be, mert dollárba adósodtak el, miközben pezóba kerestek. 2004, mikor megindult a bankoknak a svájci frank alapú hitelezése, akkor meg kellett volna szólni a vészcsengőnek, hogy gáz van. Ez Magyarország rettenetesen nehéz helyzetben van. Mit tehetnek a szakszervezetek? Egészséges életkultra nevelés. Kevesebb dohányzás. Kevesebb alkohol. Szóval nem kell mondani, hogy gumi nő. Gumia. Több képzés, hogy minél több gyermek szülessen. Itt az alkalom. El lesz parlamon. Magyarországnak van egy óriási tragédiája. Mi már 2006 óta válságban vagyunk. De csak 2008-ban kezdődött el az igazi mély válság. Tehát, hogy ha igaz, ha valamit tudunk mondani, akkor 2012-13 lesz a mélypont, és addig csak lefelé fogunk csúszni. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, a legfontosabb az állások megőrzése. Tehát a magyar szakszeretek előtt egy dolognak, aki elveszti az állását, annak nagyon nehéz lesz állást. Hát már most is nehéz állást találni, gondolom. Még nehezebb lesz. A munkahelyek megtartásáért kell küzdeni. A legfontosabb. Aki elveszti a munkahelyét, annak nagyon nehéz lesz. Sokkal fontosabbak, mint a reálbérek. Mert a reálbérek úgyis ki fognak alakulni. De a munkahelyek megtartása az a legfontosabb. Tehát mondjuk a VDSS az most elég jól csinált, hogy ezt a Rail Cargo-nál, nem? Én azt gondolom, ez egy fontos dolog volt. Ez nagyon fontos, és ez ügybe kell, én azt gondolom, a munkahelyek megtartás ez a legfontosabb. Állásokért kell küzdeni, nem szabad. És inkább legyek alacsonyabbak a bérek egy picivel, azt még mindig ki lehet valahogy húzni. Állás.